Magyarország munkavállalókorú lakosságának valamivel több, mint a fele nem tud annyi gazdasági javat előállítani, amiből fenntarthatná magát. Az akadályok közül kettő kiemelkedő. Az egyik az, hogy Magyarországnak nincs olyan energiapolitikája, amely révén a nemzetgazdaság egésze versenyképes lehetne. A második terület, ahol óriási tartalékok vannak, és szintén sajnos kompetitív, tehát versenyhátrányba került az ország, az a mezőgazdaság területe. Hogy csak egy példát, egy hasonlatot mondjak, a holland mezőgazdaság fele akkora művelődés alatt álló területen, mint a magyar, több mint négyszer annyi vagyont állít elő, mint mi, azaz több mint nyolcszor olyan hatékony, mint a magyar mezőgazdaság, annak ellenére, hogy semmiféle éghajlati előnnyel velünk szemben nem rendelkezik, sőt. A magyar gazdaságpolitikának egy olyan gazdaságstratégiát kell kialkotnia, amely a létező forrásokat és a létező lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kihasználja. Ha nem sikerül olyan gazdasági szerkezetet kialakítani, aminek segítségével magyar ellenőrzés alatt, és magyar tulajdonban, és magyar felügyelet mellett képesek vagyunk egy magasabb hozzáadott érték kategóriába lépni, egyszerűen képtelennek fogunk bizonyulni azoknak a gazdasági jövedelemforrásoknak a képzéséhez, ami nélkül nem lehet egy egészséges, méltányos társadalmat fenntartani, illetve létrehozni. Na most ebben a kontextusban érdemes a Zöld Magyarország programját értelmezni, értékelni. Ebben a kontextusban kell elhelyezni ezt a programot, mert a programot, mint bármi más gazdasági programot, ezek a tényezők határozzák meg. Nézetem szerint a program kiválóan megfelel az általam említett kritériumoknak és feltételeknek, nagyon komoly munkahelyteremtő képességgel rendelkezik, és ami legalább annyira fontos, mint az azonnali munkahelyteremtő képesség, az a magasabb hozzáérték felé vezető útra állítása a magyar nemzetgazdaság szerkezetének. Fontos megjegyezni, hogy a programhoz szükséges finanszírozási források léteznek. Ilyen az EU, ahol az EU különösen pártolja az e-féle kezdeményezéseket, és biztos vagyok benne, hogy egy észszerű, mint például a Zöld Magyarország programban felvázolt szerkezet prezentációja mögé állna az EU, és azt támogatná. És ilyen a Világbanknak a különböző finanszírozási programja, amit már, mint említettem, Magyarország a korábbi időszakban sikeresen élvezett és használt.